Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A kombinatórikát azt elég sokféleképpen szokták tanítani. Van, aki erre esküszik, van, aki arra esküszik. Biztos van, akinek az egyik könnyebb, van, akinek a másik könnyebb. Én azt szeretném megmutatni, hogy szerintem, hogy lehet a legjobban megérteni a kombinatórikát. Van, aki képleteket tanít, hogy hogyan kell kiszámolni különböző esetekben a lehetőségek számát, milyen képleteket kell használni. Van, aki úgy áll hozzá, hogy ilyen kérdéseket tesz fel, amivel rávezeti az adott diákot, hogy kiválasztjuk az összeset, számítás, sorrend, és így tovább. Én azt a példát szeretem a legjobban, és igazából ezzel a módszerrel annyira még nem találkoztam, hogy mindegyik típusra egy nagyon-nagyon klasszikus példát kell megígézni, és ahhoz a példához tudjátok hasonlítani az adott feladatot, amivel esetleg találkoztok a később évben. Ugye ötféle dologról van szó, permutációból van, ismétlés nélkül és ismétléses, variációból szintén, és van még kombináció, amiből csak az ismétlés nélkülit kell gyakorlatilag tudni. Én mind az ötre mutatok egy nagyon klasszikus példát, valószínűleg ezeknek a nagy részével találkoztatok is, és hogyha ezeket sikerül valamennyire megjegyezni, akkor onnantól kezdve tényleg csak a gyakorlat kérdése. Jó, kezdjük is szerintem el. Mi történik akkor, amikor ismétlés nélküli permutációval van dolgunk? Ugye ez a mozis példa a legklasszikusabb, amikor öt ember elmegy moziba, lehet ez most Anna, Bea, Cili, Dóri és Evelyn, mondjuk, hogyha lányokról van szó, vagy Aladár, Balázs, Csaba, Dezső és Elemérha fiúk, vagy lehet kettő-kettő, és egy non-bináris ötödiknek. Rám borul itt a világítás közben. Majd kivágom talán. Na, tehát így is szét lehet osztani, de ugye ilyen tartalmakkal most már óvatosan kell bánni, mert lehet, hogy letiltanak emiatt. Szóval ugye, hogyha ők öten elmennek moziba, és az a kérdés, hogy hányféleképpen ülhetnek le sorba, akkor azt szoktuk csinálni, hogy rajzolunk öt helyet, és megnézzük, hogy melyik helyre hány ember ülhet le. Nyilvánvalóan az ötből bárkit leüthetünk az első helyre, tehát ide öt ember kerül, berakom mondjuk őt, akkor ő elfogyott, maradt négy ember, tehát a következő helyre már csak négyet rakhatok. Most sorrendben rakom be őket, de teljesen mindegy, nyilván ide már csak három embert rakhatok be, ide már csak kettőt, és az utolsó egy marad. Ezeket a lehetőségeket természetesen szoroznunk kell. 5-ször, 4-ször, 3-ször, 2-ször, 1. Ezt hívjuk mi úgy, hogy 5 faktoriális. Tehát, hogyha szépen szorozgatjuk egymásnál számokat, ezt úgy írjuk, hogy 5 faktoriás felkiáltójállal. Ennek ugye az értéke az 120 egyébként. Jó. Mi történik akkor, hogy ismétléses permutáció van? Persze ezt egyébként lehet variálni, úgyhogy mondjuk valaki nem akar egymás mellé ülni, vagy valaki biztos, hogy kettő ember biztos, hogy együtt akar ülni. De ugye ez az alapeset. Ezt hívjuk ismétlés nélküli permutációval. Ismétléses permutáció nagyon hasonló, csak ott az a helyzet, hogy míg itt öt különböző személyről beszéltünk, itt vannak ugyanolyan elemek. Miért lesz ez nekünk másabb? Mondjuk van itt öt gyümölcs, és én ezt az öt gyümölcsöt egymás után el fogom fogyasztani. Azt vettem észre, hogy van három darab almám és kettő darab körtém. Nagyon hasonló ez a dolog, hiszen először hány darabot tudok megenni? Ötfélét, tehát mondjuk először megeszek egy almát, ötféleképpen választhatok ki nyilván öt gyümölcsből egyet, utána mondjuk megeszek egy körtét, ugye már csak négyből választottam, maradt három, mondjuk megeszem utána a másik körtét, és akkor maradt a két alma végére, kettő és egy. Nagyon hasonló. Hogy öt faktoriális lenne, csak ugye mire kell figyelni? Arra kell figyelni, hogy gyakorlatilag, hogyha én ezeket az elemeket nem különböztetem meg, és ezt a kettő almát mondjuk kicserélem, akkor nem kapok másik megoldást, mivel végül is, hogyha nincs különbség a két alma között, akkor ez ugyanaz a sorrend. Viszont hát én ezt beszámoltam, hiszen ugye azt mondtam, hogy ötféle lehetőség van, meg a végén kettőféle lehetőség van, tehát érezhetjük, hogy ilyenkor valamivel kevesebb lehetőség lesz, hiszen vannak ugyanen elemek köztük. Ilyenkor annyit kell csinálni, hogy le kell osztani annyi faktoriálissal, ahány darab közös elem van. Tehát, hogyha három darab alma volt, és kettő darab körte az, ami ugyanolyan, akkor emiatt három faktoriálissal, emiatt pedig kettő faktoriálissal kell leosztani. Tehát három faktoriális és kettő faktoriális is jön a nevezőben. Azért, mert ennyiféleképpen tudom a hasonló elemeket elrendezni, ezért azokat nem vehetem külön megoldással. Ez az ismétléses permutáció, szerintem ezt érdemes erre megjegyezni. Nézzük a variációkat. Ismétlés nélküli variáció, az az úszóversenyes példa a legklasszikusabb, ugye ilyenkor annyira van szó, ugye úszóversenyeken általában 8 pálya van, és én azt kérdezem, hogy hányféle sorrendben, hányféleképpen lehetséges
a dobogón lévő sorrend, vagy hát nem is tudom, hogy mondjam, hányféleképpen érhetnek fel a dobogóra egy olyan úszóversenyen, ahol 8-an indulnak egy döntőben mondjuk, vagy olimpiai számban. Ugye az a lényege ennek, hogy nagyon hasonló lenne ugyanúgy, hogy az első helyre beérett 8, másodikra 7, utána 6, utána 5, így tovább, viszont engem a negyedik hely és az azutáni az már nem érdekel, tehát nekem csak azt kell megnéznem, hogy az első helyre hány érhet be. Hát ugye tudjuk, hogy ha 8-an vannak, akkor az első helyre beérett 8, a második helyre beérhet ugye már csak 7, a harmadik helyre pedig 6. És hát egyébként, hogyha permutáció lenne, tehát hogyha én mind a 8 embert nézném, akkor a többit is még fel kéne írnom, de mivel engem a többi nem érdekel, csak ez a 3, ezért csak szimplán 8-al 7-6, és itt véget ér. Ennyi, ezt gyakorlatilag csak ki kell számolnunk. Ez azt hiszem, hogy 336 lehetőség. Ja, ezt nem számoltuk ki. Ez meg ugye 120, 10, akkor ez ugye 10 lesz. Jó. Láthatjuk egyébként, hogy 10 féleképpen ehetem meg a 3 almát és a 2 körtét, hogyha nem teszek, az ugyanolyan gyümölcsök között különbsége. Oké, és ő volt az ismétlés nélküli variáció. Az ismétléses variációra én a totót szoktam mondani a leggyakrabban. Ugye mi a lényeg a totónak? Hát 13 plusz egy meccset kell eltalálni, van egy első meccs, második, harmadik, és 13 plusz egy, tehát összesen 14 meccs van, és mind a 14 meccs, én tippeltek hazai, döntetlent vagy vendége. Hát felmerül a kérdés, hogy hányféle eredményt tippeltek egy meccsre. Hát mondjuk be tippelem azt, hogy hazai lesz az első meccs, a második meccsre tippeltek arra is hazai. A harmadik, amit tippeljek, arra tippelek mondjuk vendéget. A lényeg az, hogy a események nem függnek egymástól, tehát teljesen mindegy, hogy az egyikre mit jelölök, a következő jelöltem ugyanazt, jelöltek teljesen más. Tehát, ha megnézem a lehetőségeket, az első meccsre háromféle lehetőségem van, a második meccsre szintén, utána megint, és nyilván az összes meccsre háromféle lehetőségem lesz, ezért 3x3x3, és ez 14-szer, hiszen 14 meccs van. Ilyenkor mondhatjuk ezt, hogy 3 a 14-en, nyilván ezt így fogom írni, nem írom végig 14x3x3x3, stb. Ez valami 4 millió körül van, azt hiszem, de majd kiszámolom és megpróbálom mellékelni, nem tudom fejbe. De raktam egy totót, egyébként így mutatóba. A lényeg az, hogy 14 meccset kell tippelni. Azért van kettő sor, mert nem lehet csak egy sort megjátszani, tehát minimum kettő sort meg kell játszani. És a 14 meccsből egyébként legalább 10-nek be kell jönni ahhoz, hogy nyerjen valami. De általában a 10-11-es az csak egy pár száz forintot hoz, hát a 12-13-as azért már zamatosabb nyeremény. És akkor maradt a kombináció. A kombinációra pedig a lottó a legjobb példa, hát egy lottót is raktam. Igen, itt 5 számot kell kiválasztani. Tudnotok kell azt, hogy, na ezt be is mutatom, mert itt látszik, itt van a lottón, hogy 5 per 90. Ugye ez mit jelent az 5 per 90? Ez azt jelenti, hogy a sima hagyományos lottónál 90 számból kell 5-öt kiválasztani. Ilyenkor, hogyha úgy választunk ki valamennyi számból valamennyit, hogy nem számít a sorrend, a lottónál miért nem számít, mert tök mindegy, hogy milyen sorrendbe x-elgettem be, akár a nagyobbakat be x-elgethettem, és utána kisebbeket, az attól még ugyanazt az 5 számot fogja jelenteni. Ilyenkor, hogyha akármilyen sorrendben vehetem a számokat, és valamennyiből valamennyit kiválasztok, ilyenkor van ez, hogy 90 alatt az 5, olyan, mint hogyha egy törtet írnánk zárójelben, csak nincsen tört vonal, tehát 90 alatt az 5. Ezt úgy lehet beírni a számológépbe, hogy 90, és van egy ilyen, hogy NCR, tudományos számológépeken mindig van. Ez a kérdés, hogy 90-ből hányféleképpen választhatok ki 5-öt? Ez meg valami 43 millió, azt hiszem. Tehát egy nagyságrenden nagyobb, mint a totó. Ezt én most nem is tudom ide kiírni, de majd ide jön, hogy ez 90 alatt azért ez végül egy jó megoldás. A gondolatmenetnek a lényege, ki lehetne számolni természetesen mennyi. Tehát valami 40, közel 44 millió lottószelvényt kéne kitölteni ahhoz, hogy biztos legyen terítváltos lottószelvényünk. Most miért hasznos szerintem egy ilyen összefoglalás? Hát azért, mert hogyha kaptok egy véletlenszerű feladatot, akkor nem kell azon gondolkodni, hogy mennyit választunk ki, számít a sorrend, most akkor ott a valahanyad rendű permutációját, variációját veszem valaminek, vagy ilyenek, nem kell a képeteket bemagolni, hanem mindig hasonlítsátok valamilyen feladattípushoz.
Gondolok például arra, hogyha számkártyákból csinálunk, mondjuk 4 darab számkártyából csinálok egy 4-jegyű számot, akkor tudjátok, hogy mondjuk egy permutációt kell használni azért, mert az hasonló ahhoz, mint amikor a moziba mennek, hogy mindig elfogy egy-egy számkártya, olyan, mintha leülnének az emberek. Vagy hogyha, nem is tudom, a biciklinek a számzárát vesszük, ott ugye, ha 3 számot állítatok be, akkor azok a számok függetlenek egymástól, tehát tudjuk azt, hogy azok nem függnek egymástól, mindegyik számra 10 szám ilyen van, egy bicikli számzáron, tehát az pedig egy ismétléses variáció lesz. Remélem, hogy ez hasznos volt így egyébként, hogy esetleg valamelyikből milliómos leszek, akkor azt még jelzem, mielőtt feltölteném a videót. De megígérem, hogy esetleg tejtalálatos lesz a lottó szelvény, akkor is megmaradok a matekos videóknál, de hát igen, mint ahogy ki is számoltuk erre, nem túl nagy esély van. De hát ki tudja. Köszönöm a figyelmet, és lesznek még elvileg olyan videók, ahol ezeket gyakorolni is tudjátok.